Folytatjuk a múlt héten kezdett összegzésünket a legjobb horrorokról, az összeállítás talán egyik legváltozatosabb részével. A lista legrégibb és legújabb produkciója között ugyanis 96 év a távolság, de feltűnik vígjátéktól szürreális pszichohorroron át sajátos Home Invasionig minden. Julia Ducournau alkotását nehéz pontosan leírni. Egyszerre szimbolikus felnövéstörténet, morbid fekete komédia és kannibál horror. Ellentmondásos, játékos, mindvégig kiszámíthatatlan film, amelyet soha nem tudjuk, mennyire vegyünk komolyan. A nyers úgy polgárpukkaszt, hogy nem akarja semmelyik elődjét túllicitálni, hanem nézője szenzációhajhász és vérszomjas lelkületének állít tükröt egy olyan történettel, amelyről nem tudunk olyan bizarr húzást elképzelni, amely ne játszódna le a szemünk előtt. Ritka az olyan zsigeri hatású alkotás, mint Jeremy Saulnier Green Room-ja, amely végeredményben egy punkbanda és egy náci félkatonai szervezet különös Home Invasion sztoria. De igazán attól különleges, hogy a rendező nem retten vissza a nyers, sokszor B-filmes öncélú erőszaktól, a karakterekkel való szemtelen leszámolástól, és hogy a végjáték a feloldozás helyett még mélyebbre lökjön a nihilbe. A Green Room nem tökéletesre polírozott horror thrillerként, hanem az erőszak természetéről folytatott elmélkedésként válik igazán hátborzongató élményé. A 38. helyen igazi műfajteremtő darabbal van dolgunk. A Dr. Caligari a félig meddig még a viktoriánus horrorok stílus jegyeit hordozza magán, de már okosan használja ki a vizuális médium lehetőségeit. Mai fejjel nézve talán annyira nem érezni a parafaktort a koncepcióban, de a szürreális díszletek, a misztikum utánozhatatlan hangulatot adnak a filmnek, az egész élmény megkoronázó fordulattól pedig még szűk 100 évvel később is leesik az állunk. Egy igazi néma filmes klasszikus, amely itt-ott megkophat, de töretlenül hordozza magában egy horrorfilm eszenciáját. Talán évtizedekbe is bele fog telni, mire igazán érzékeljük a démonok között hatását, de gyakorlatilag ez az egyik film, amelynek hála a műfaj 2010-ben újra felfelé ívelő pályára állt. Pedig James Wan alkotásában nincs semmi forradalmi vagy úttörő, de éppen azért fontos darab, mert megmutatta, hogy found footage truvályok, egetrengető ötletek és mindenféle parasztvakítás nélkül is lehet jó horrort csinálni. És így nagyot alkotni sokkal nagyobb eredmény, mintha egy alkotó rögtön valamilyen különlegességgel próbálkozna. A legnagyobb horrorok mindig azok voltak, amelyek egy látszólag ártatlan tárgyból, lényből tudtak felfoghatatlan rémségeket teremteni. Ilyen szempontból Hitchcock mai napig egyik legnagyobb bravúrja, hogy rajokban támadó madarak abszurd ötletére volt képes felépíteni egy komplett filmet, és talán nem véletlenül ez egyik legemlékezetesebb munkája. A madarakat azonban azt teszi igazán naggyá, hogy az ijesztegetés szokás szerint egy cseppet sem öncélú, hanem mély szimbolizmussal átitatott. Az igazi horrorokon mindig érezni, hogy valódi félelmekből táplálkoznak, és nem csak a visszataszító rémségeket dobálják ránk. Ezt az elvet pedig Takashi Miike csúcsra járatja a meghallgatásban, ahol egy középkorú férfi félelmeiből, bűntudatából farag egy elborult agymenést, amely minden szürrealitása ellenére mélyen emberi és átélhető marad. A meghallgatásban az a csodálatos, hogy miközben kapkodjuk a fejünket az irracionális, álomszerű mozzanatok láttán, valójában ezektől válik igazán mélységesen ijesztővé. Edgar Wright Cornetto trilógiájának nyitó darabja zseniálisan frissítette fel a zombi filmek társadalom kritikáját, és ötvözte azt az egész életükben az apokalipszisre készülő geekek sajátos hozzáállásával. Már a haláli hullák hajnalában is tökéletesen megmutatkozik az a vibráló, szeretetteljesen emberi és a popkulturális utalásokat játszik könnyedséggel halmozó stílus, amely azóta is a rendező védjegyének számít. Egy utánozhatatlan élmény és főként pokolian jó szórakozás ez a film. A démonok között testvérfilmjének is mondható Insidious valamivel egyedi bízt kapott, ezért is helyezi mindenki egy hajszála feljebb pár darabjánál. A fűrész alkotói pazar hangulatteremtéssel, lebilincselő mitológiával és egy meglepően jól kidomborított családi drámával fűszerezték meg a démonvilág áttörését dimenziónkba. Az Insidious szokatlanul visszafogott horror, de minden egyes apró részlete, zenei motívuma, fantasybe hajló más világának képi megoldásai erőlködés nélkül is tökéletesen keltenek félelmet a nézőben. A Holtak hajnala minden idők egyik legjobb remake-jének mondható, hála annak, hogy képes volt érdemben tovább és újra gondolni eredetiét. James Gunn forgatókönyve még egy fokkal feljebb csavarja Romero cinizmusát az ember és az őt fenyegető világ vége vonatkozásában, az akkor még inkább stílusos, mint hatásvadász Zack Snyder pedig egy őrülten menő élőhalott darálást varázsol a vászonra. A Holtak hajnala méltán mondható a 28 nappal később mellett a modern zombi film egyik atyának, szóval come on, get down with the sickness! Down with the sickness. Get down, come on, get down with the sickness.
Bár a zombi filmek krónikáját egészen a 30-as évekig vezethetjük vissza, Romero nélkül alig ha lenne ugyanaz az élő halottak legendája. Első alkotásában nem csak az a döbbenetes, hogy mennyit hordoz magában a később a szubzsáner alapjává vált elemekből, hanem az is, hogy mennyi sziporkázó részlete van. Az élő halottak éjszakája mérföldkő ugyan, de nem az a fajta, amely csak az utódok eredményeinek fényében értelmezhető igazán. Ez a film ugyanis már 1968-ban megmutatta, hogy az ember néha veszélyesebb, mint egy agyatlan zombi. Köszönjük szépen a figyelmet, jövő héten újra találkozunk. Sziasztok!